Hegyeshalmi vasútállomáson parkol az új emeletes motorvonat. 4 óra 57 perckor indul útjára minden hétköznap a budapesti keleti pályaudvarra. A vonat a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon december 12-én állt forgalomba, bárki használhatja. A menetjegy annyiba kerül, mint bármely más vonatra, nem kell hely- és pótjegyet váltani rá. Ezek az emeletes motorvonatok attól különlegesek, hogy kétszintesek és a felső szintjén is lehet utazni, és 600 ülőhelyesek, és még 600 állóhely is van bennük, tehát rengeteg utas elszállítására alkalmas, komfortos módon mindent tudnak ezek a járművek, amit egy 21. századi járműnek tudni kell. A gyorsított járat Hegyeshalomból indul és Moson-Magyaróvár, Győr, Komárom, valamint Tatabánya érintésével közlekedik, és 7 óra 19 percre érkezik a budapesti keleti pályaudvarra. Szintén ugyanezen a vasútvonalon visszafelé is lehet ezzel a emeletes motorvonattal utazni munkanapokon délutánonként. A keletiből indul 17 óra 1 perckor, a G10-es elnevezésű vonatot kell keresni, az a legegyszerűbb. Bicskét és Tatabányát is érintve, és Győrig közlekedik. Megvilágított lépcsőfokokon lehet feljutni az emeletre, ahol kijelzők mutatják a menetidőt, az állomásokat, valamint a kocsik aktuális foglaltságát is. A vonaton WC is található, és a mozgáskorlátozottaknak is kialakítottak egy illemhelyet. Emellett a babakocsival utazók is kényelmesen elférnek. A vonaton biciklivel is lehet utazni, és szelektív gyűjtésre alkalmas szemeteseket is elhelyeztek. Folyamatosan szállítják a MÁV-hoz az emeletes motorvonatokat. 22 már megérkezett, és összesen 40 darabot várnak még jövő év végéig.